A Tiszafüredi Asztali Tenisz Sportegyesület kettes számú csapata itthon játszotta a bajnokság soron következő mérkőzését január 24-én a Városi Sportcsarnokban. Az ellenfél a Kovács Díjese Karcag második csapata volt, akik ezúttal jobbnak bizonyultak a tiszafürediieknél. Az asztali tenisz megyei első osztályú férfi csapatbajnokságban január 24-26 között játszották a csapatok a tavaszi idény második fordulóját. Míg a Tase első számú csapata idegenben játszott, addig a kettes számú gárda itthon fogadta a karcagi Kovács Díjese együttesét. Az ellenfél az őszi idényt a tabella második helyén zárta, így mindenki tudta, hogy egy erős ellenféllel kell megküzdeni. A fürediek bízhattak az eddig elért jó eredményekben, a hazai pálya nyújtotta lélektani előnyben, illetve abban, hogy a csapat legjobb játékosa, Molnár Imre ezúttal is kiemelkedő teljesítményt nyújt majd. A találkozó sajnos igazolta az eddig nyújtott teljesítményt, a karcagiak legyőzték a füredi együttest. Molnár Imre és Szatmári László megnyerte a páros mérkőzést 3-2-re, ugyanez Molnár Lajosnak és Horváth Attilának nem sikerült. Az egyes mérkőzésekben Molnár Imre 4 győzelmet aratott, rajta kívül Molnár Lajosnak sikerült 1 pontot szerezni. A többiek ezen a találkozón nem tudtak győzni. Összesítésben a karcag 12-6 arányban bizonyult jobbnak a Tase 2-es csapatánál.